Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal. A tavasz és a nyár az az esküvők időszaka, és ugye az esküvőknek az egyik legfontosabb kelléke, hogyha nevezhetjük így, a desszert és a sütemény. Görömbei Sándori mestercukresszel, a Görömbei Cukrászda tulajdonosával most arról beszélgetünk podcastünkben, hogy mi az, amit most nagyon szeretnek az ifjú párok, mi az, amit rendelnek leginkább. Én talán azzal kezdeném, hogy az utóbbi egy-néhány évben a pandémiával kezdődően teljesen átrendeződtek a szokások. Teljesen más szemlélettel jön az ifjú pár tortát rendelni, vagy esetleg egyéb más dolgokat rendelni. Tudjuk nagyon jól az előzményeket, én erre nem akarok most kitérni, de megváltoztak a szokások, megváltoztak az elképzelések, megváltoztak a mennyiségek. Azt el kell, hogy mondjam, hogy a vendégek sokkal tudatosabban vásárolnak, igényesek a minőségi termékekre, tehát sokkal inkább minőségi terméket szeretnének, és nem az olcsó napi szortiment dolgokat. Én úgy gondolom, meg gondolom az ifjú pár is így van vele, hogy ha egy esküvőre készül és összekötik az életüket, azt nem úgy gondolják, hogy ez gyakran ismétlődni fog, hanem ez egy életre szól legjobb esetben, és bízzunk benne, hogy ebből van a több. És szeretnék ezt a napot emlékezetessé tenni. Ezt a napot úgy szeretnék emlékezetessé tenni, nem hiába mondták mindig azt, hogy az esküvő fénypontja a mennyasszonyi torta, de ez valóban így is van, hiszen akkor, amikor már ugye túl vannak a ceremónia nagy részén, túl vannak a vacsora főfogásain, és jön a desszert, akkor ámul-bámul a vendégsereg. És ezzel is tulajdonképpen emeli magának a rendezvénynek, magának az eseménynek a színvonalát. És én úgy gondolom, hogy a cukrász süteménnyel, a tortával mindig örömet szerzünk. Most nem csak esküvőre gondolok, hanem bármilyen családi eseményre, vagy esetleg vállalati eseményre. Tehát mindig örömet szerzünk azzal, hogy alkalmi tortát készítünk, esküvőre ugye esküvői tortát készítünk, és nyilván aki ezt rendeli, akkor az azt szeretné, hogy akkor abban a pillanatban az övé legyen a legszebb, és olyan legyen, amilyet ő elképzel. És mi a leggyakoribb, mert ugye rengeteg új alapanyag és új technológia is megjelent az elmúlt évtizedekben vagy években a cukrászatban, de ez mondjuk mennyire mutatkozik meg abban, hogy milyen az esküvői torta? Teljesen változó. Tehát van még most is olyan vendég, aki a hagyományoknak a híve. Talán annyiban tér el a mostani rendelés a hagyományosról, hogy a marcipán virágok azok már nem, most jelen pillanatban nem igazán menők. Ugye minden évben, vagy két évenként általában úgy változnak a virágtrendek is. Volt, amikor ugye csak a marcipán virág. Akkor volt ugye, amikor glazúrdíszítéssel, fecskendezéssel, minél csicsásabbra, minél szebbre. Ilyen is volt. Aztán volt egy időszak, amikor élővirág. Tehát az élővirág vitte a prímet, és szinte volt olyan év, hogy élővirággal díszített tortán kívül más nem is nagyon kért a vendég. De akkor teménytelen élővirág. Tehát olyan, hogy lépcsős állványon, még a lépcsőn lefutva is élővirág és élővirág. Aztán változtak ugye a szokások, változtak az igények, nyilván a pénztárca is határt szab annak, hogy mit szeretne a vendég. Ma is van élővirág, de ma már a szárazvirág, a sejemvirág, az most nagyon hódít. És a ma esküvői tortája olyan, mint pár évvel ezelőtt, az emeletes és minden emeleten más-más díszítés található? Régen ugye rudas állványnak mondtuk azt, amikor középen volt egy fém rúd, azon igen, ugye tányérok, hogy nevén nevezzem, és azon voltak elhelyezve a tortát. Manapság nem ez a trendi, nem ez a módi, nem azt mondom, hogy nem fordul elő, mert ebből is lehet ma is nagyon szép dolgokat csinálni, amikor lépcsőzetesen felrakva erre, arra, tehát egyenként lehet a tortákat díszíteni. De ma inkább az egymásra épített torták
azok, amik trendik. Ott ugye nagyon szépen lehet úgy díszíteni, hogy a felső szintről egészen lefolyik a virág, tehát mint egy virág zuhatag esik le a torta aljára, tehát más a megjelenése a tortának, mint az egyenként díszített tortáknak. Na most ugye a marcipán virágok anyaguknál fogva egy kicsit tömörek, nehezek. Viszont a cukorvirágok, az élő virág, a selyemvirág, a száraz virág, mert ezzel is van már esküvői torta és egyéb más alkalmi torta díszítve, ezek pedig könnyűek. Tehát sokkal szellősebben, sokkal lazábban lehet díszíteni velük. Mennyire jelenik meg az egészségtudatosság az esküvői tortákban, hiszen tudjuk, hogy ma már nagyon sokan, ha cukrászdába jönnek, akkor figyelnek arra, hogy kevesebb cukorral készült desszerteket fogyasszanak, vagy ugye sokan érzékenyek különböző összetevőkre. Ezt ti tapasztaljátok akkor, amikor a párok rendelnek tőletek? Ez is jelen van a megrendelések között. Jelen van, tekintettel arra, hogy tapasztaljuk a mindennapi életünkben is, hogy nagyon nagy az igény a mentes termékekre. Nyilvánvalóan ugye, amikor az esküvői tortát a fiatal pár jön és rendeli, akkor ő tudja, hogy az ő családjába kik azok, amik valamire érzékenyek. És van olyan, igen, aki nem tudom én, egy szintet például, nyilván ahol keresztszennyeződés nem lehet, és egymásra épített tortáról van szó, akkor rendel olyan szintet a tortába, ami mentes. Ez lehet glutén, ez lehet cukor, ez lehet tejmentes, mert sajnos nagyon sok tejcukor érzékeny is van. Ember is van, és ugye nyilván az esküvői tortából szeretne mindenki legalább egy falatkát enni. Aki nem ezt a megoldást válassza, hogy a tortából egyet, akkor az kér egy külön tortát, egy kisebb tortát, mert tudja, hogy neki van 6 olyan vendége, vagy 8 olyan vendége, aki érzékeny, így van, aki érkezik. Speciális igényekkel étkezik, akkor annak készített egy tortát, ugyanazzal a kis díszítéssel, és akkor na ez a tietek, és ugyanazt kapjátok, csak mentesen. És még egy dolog jutott eszembe az esküvői süteményekkel kapcsolatosan, hiszen nagyon sok helyen azt látom, hogy a sütik helyett már pohárdesszertek vannak például. Ezek szerint ez is változik ma már? Változik, sőt, teljesen átalakult ez is. Ugye régen mi volt? Szeletes sütemény, kettévágva, fölrakva, ez volt az alap. Mindenki ezt kérte. Ugyanígy a csomagba, sütemény, kettévágva, becsomagolva, és elkészült a csomag. Most poharas dolgok jönnek, és desszertben pedig az egyedi mousse desszertek. Ugye ebből van a normál változat, amit a hétköznapokon adunk, és van a mini változat, a kisebb változat, amit esküvőkre készítünk, hiszen ez árkategóriában sem az olcsó termékek közé tartozik. Azon túlmenően pedig ugye, ha az esküvő alkalmával megeszik egy torta szeletet, meg megeszik hozzá egy francia desszertet, nem biztos, hogy a kettőt együtt meg tudja enni, mert nagyságánál fogva. Tehát ilyen alkalmával pici kis feles francia desszerteket szoktunk készíteni, ami ugye hát csalogató, étvágygerjesztő, ízében is nagyon finom. És szép, és finom. Azon túlmenően, hogy a francia desszerteket, tehát ezeket a mousse jellegű termékeket kicsiben készítjük, vannak is miniatűr tartok. Kis picike kosárkák, ugye, ez lehet linzer kosárka, csokoládé kosárka, hadd ne soroljam tovább, aminek az üregét ugye megtöltjük, a tetejét díszítjük, és mini falatkák tulajdonképpen. Régen ezt petit fournek nevezték, de teljesen más technológiával készültek, nem ezzel a technológiával, mint amivel most dolgozunk. És igen, tehát a vendégeknek igényük van erre a fajta változásra,
eljönnek, megnézik, fotón ugye ezt meg tudják nézni, alkalomattán ugye nagyba kint van a vitrínbe, és azt kicsibe ugyanúgy el tudjuk a vendégnek készíteni. Hát nyilvánvalóan, amikor van egy desszertasztal, és ez a sokszínű, ez a csillogó, villogó, fényes termék kikerül az asztalra, és ugye az állvány egyik alacsonyabb, másik magasabb, egyik ilyen tükrös, másik olyan, tehát ez még visszatükrözve is valami gyönyörű, csodálatos látványt mutat. Nektek cukrászoknak nem nehezebb egyébként ez a fajta trend, mint ami régebben volt, hogy megcsináljátok a sütiket, fölvágjátok és kirakjátok az asztalra, mint most ezeket az apró kis dolgokat megcsinálni? Mint az életben minden más, ez is folyamatos tanulást és folyamatos fejlődést igényel. Tehát a kollégáimmal mi járunk szakmai bemutatókra, járunk szakmai továbbképzésekre, ahol összeszedjük az ismereteket, és nyilvánvalóan nem ugyanazt fogjuk csinálni, mint amit ott tanultunk, mert azt mindenki csinálja, hanem a saját ízvilágunkra, a saját mi arcképünkre formáljuk ezeket a termékeket, ízben is és formában is. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal!